Az elmúlt években, a Covid időszakában a civil szervezetek példát mutattak abból, hogy baj esetén hogyan kell segíteni, mondta a központ operatív igazgatója szombati díjátadón. 2020 óta évente két megyebeli és egy határon túli szervezet tevékenységét ismerik el, a díjazottakon keresztül felhívva a figyelmet az egész civil szektor munkájára. Ebben az évben két szervezet és egy magánszemély vehette át a díjat. A Máltai Szeretett Szolgálat Szatmár Németével 25 éve végzi azt a munkát a helyi nehéz sorsban élők, hajléktalanok, szociálisan hátrányos helyzetűek, önkéntesség területén már több generációt vittek bele az önkéntes munkába, és az idősek, az elesettek, a nagycsaládosok, a hátrányos helyzetű honfitársaink, nemzettársaink segítése érdekében azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő munka. De ha azt nézzük, hogy a Szatmár Névtánc együttes már generációról generációra adja át azt a tudást, amit a népi kultúra szeretete, a szatmári hagyományok, a tánc ápolása, a testmozgás, a mindennapos kikapcsolódás, értelmes kikapcsolódás, hogy a gyerekek nem a számítógép előtt, hanem hagyományainkat ápolva nőnek föl. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan hiánypótló és hagyományteremtő generációról generációra szálló hagyomány, amit érdemes elismerni, és a Pap Krisztián Sándor református lelkész nagy tiszteletúr személyében pedig egy olyan egyházi, civil, zenész és egyben vállalkozó embert tüntettünk ki, aki maga azt a civilséget, amit ebben a megyében az jelent, hogy próbáljuk az életünket úgy élni, hogy a teljes közösség javára, azt gondolom, ezt az életutat példázza. Pap Krisztián Sándor nyílt érten református lelkészként, Újfehértunk cégvezetőként igyekszik építeni a közösséget. Mint mondta, megvan az igény az emberekben a közös programokra. Főleg a koronavírus utáni időszak következtében egyre nagyobb igény van rá, előtte is, de megmutatta, hogy a közösségeknek nagyon nagy szerepe van a mindennapi életben. Fontosak akár a kisebb, akár a nagyobb összejövetelek, baráti összejövetelek, hivatalos összejövetelek, egyházi, világi, minden fontos, úgy gondolom. Az átadón elhangzott, a kormány számára fontos a civil szerveződések támogatása, ezért pályázatokon keresztül anyagilag is segíti a működésüket.